Brassóból érkezett diákok is részt vettek a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola énekóráján. A 43 diák 9 csoportban látogatta az intézmény különböző tanóráit kedden. Őket 4 pedagógus kísérte Erdélyből a Határtalanul program keretében, és mint mondták, most először járnak a Szabolcsi megye székhelyen. Elsősorban azt szeretnénk, hogy minél több diák ismerkedjen az itteni diákokkal, mi, mint tanárok, elbeszélgessünk, lássuk, hogy hogy működik az itteni iskola, hogy mit változhatunk mi otthon, mit hozunk újat mi ide, hát körülbelül ezeket. S a szórakozás amellett, hogy sporttevékenységek, sportvetélkedők folyanak, zajlanak le. Szeretnénk megnézni a város, mert amit hallottunk mi, hogy a Nyíregyháza az nagyon szép város, és reméljük, hogy még visszajöjjünk ide ezután a 2-3 nap után. Ezzel az erdélyi iskolával eddig még nem volt kapcsolata a Nyíregyházi Oktatási Intézménynek, lengyel testvériskolájával azonban annál intenzívebb ez a kapcsolat. Múlt héten abból az intézményből 22 diák és 3 felnőtt látogatott el a Bem József Általános Iskolába. A lengyel testvériskolánk az egy nagyon aktív kapcsolat. Minden évben 2-szer találkozunk, 1-szer ők látogatnak el hozzánk, aztán mi látogatunk el hozzájuk, illetve ott a kommunikáció szinte azt mondhatom, hogy folyamatos, hiszen a gyerekek angolul egymással leveleznek, nyilván elektronikusan, tehát ma már ez a megszokott, de ők aktív kapcsolatot tartanak egymással. Úgyhogy reméljük, hogy itt is majd kialakulhat egy ilyen. A diákok és a pedagógusok 3 napot töltenek Nyíregyházán. Ez alatt az idő alatt közösen sportolnak és tanulnak a gyerekek, de szakítanak időt arra is, hogy a házigazdák megmutassák a vendégeknek Nyíregyháza nevezetességeit.